A tavalyi sikeres rendezvény után idén újra megrendezték az Őszi Mese Egyetemet a Magyar Népmeséért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem óvó és tanítóképző intézetének közös szervezésében. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese gazdag és egyedülálló világának őrzése, ápolása, népszerűsítése és társadalmi elfogadottságának erősítése. A mese, mint lényeg, és itt most ugye nagyon sok végző is hallgató is fogja ezeket az előadásokat hallgatni, ők lesznek a jövő oktatói, tanítói, vagy akár jóvonő szakosok is vannak. Én úgy gondolom, ha itt megszeretik az egész mese lélektad, mert tulajdonképpen ez az egy kicsit, ahogy itt az előadók fognak beszélni, és ugye csak kiemelni két nagyon híres nevet. Ugye örültünk, hogy elfogadta a Mese Egyetem meghívását, a Kádár Anna Mária, a híres pszichológus, aki a mese és a pszichológia kapcsolatát, a mese lélektant fogja elemezni itt az előadásában, és szintén nagyon híres előadónk a professzor dr. Bicó Gábor, a Debrecen Egyetem ugye egyetemi tanára. Bár a célközönség a helyszín miatt elsősorban az óvó és tanítóképzős hallgatók voltak, a város több iskolájából és óvodájából is érkeztek pedagógusok. A nap hangulatát egyedi, különleges stílusával Berec András, Kossuth Díjas előadó művész meséje alapozta meg. Én például olyan boldog vagyok, hogy átéltem ezt a 10 percet, mert jöttek gyönyörű tanítóképzős, óvónőképzős leányok, oda ment Laci és megfékezte őket, és éreztem, hogy itt baj lesz, mert vagy hazamennek, vagy megmaradnak. És hát a legszörnyűbb történt, mert a fele elment abba az irányba, rendesen sírnom kellett, és mikor a bánat fenekén az elbizonytalanodás alján levegő után kapkodtam, bejöttek azon az ajtón, és eszembe jutott a mesébe ugyanez a trükk. Egyébként ez ugyanez, mint a hímzéskor. A tű azért tűnik el ott a likak közt, a hímzőfonál, hogy egy váratlan helyen kiüsse magát. Csak a páva lesz belőle, virág. A mese ugyanígy dolgozik. Eldob egy szó, 10 mondat után talpára esik. Berec András már tavaly is részt vett a Mese Egyetemen, így rutinos előadónak számít Nyíregyházán is. Mint mondta, a szülő is rengeteget tanul a gyermeken keresztül. A mesemondást magát, mert ahol vakaródzik a gyermek, forgolódik, ott még van mit javítani. Ahol pedig tág szemmel szinte megsemmisül, kilép a testéből, ott valamit jól csinál. A szervezők 5 éves intervallumban gondolkoznak, a tervek szerint jövőre, szeptember 26-án csütörtökön rendezik meg újra az Őszi Mese Egyetemet.